Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner pedagógus. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy nehéz védekezni a narcisztikus emberek, illetve a mérgező embereknek a manipulációs technikáitól. Végignézegettem, hogy körülbelül milyen manipulációs technikákat használnak ezek az emberek, és rájöttem arra, hogy nagyon sok minden ezekből a technikákból szinte figyelemfelhívó az áldozat számára, hogy figyeljen oda, mert valami olyan következik, ami az ő kárára fog történni. Ha ezeket a manipulációs technikákat felfedezzük a narcisztikus vagy mérgező embernek a viselkedésében, illetve a szavaiban, tetteiben, akkor sokkal könnyebben tudunk ellene védekezni. Egy párat bemutatok nektek, és elmondom, hogy mi az, ami segítségünkre van annál a technikánál, hogy ne legyen hatással ránk. Van egy olyan manipulációs technika, hogy agymosás, amikor a szavai és a tettei különböznek egymástól, amikor például azt mondja, hogy szeret, és a tetteivel pedig egészen mást bizonyít a számunkra. Nos, erre egy nagyon jó igevers van a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, illetve a rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Tehát amikor ellentmondás van a szavak és a tettek között, akkor gondoljunk arra, hogy a tettek azok a gyümölcsök. És ha jó a fa, jó gyümölcsöt fogunk kapni, ha rossz a fa, rossz gyümölcsöt fogunk kapni. A következő ilyen manipulációs technika a bizalomba férkőzés, amikor megpróbálja elhitetni veled, hogy te milyen kedves vagy, aranyos vagy, szép vagy, jó vagy, hiteleg neked, és azt akarja elérni, hogy behódolj neki. Gondolj arra, hogyha az öletbe fogsz egy kosárra való sündisznót, és jó szorosan megölelgeted, és engeded, hogy úgymond a bizalmadba férkőzzenek, akkor annál jobban meg fogod magadat szúrni. Nem merenges a kebleden szúró sündisznókat. Aztán itt van a következő technika, a csendelverés. Nagyon sokat lehet erről hallani itt az interneten, különféle előadásokban, videókban, hogy milyen rossz is ez a csendelverés, hogy szinte meg tudja őríteni a narcisztikus áldozatokat ez a manipuláció. Nos, én amondó vagyok, hogy ez egy annyira áldásos, jó technika. Nagyon jó, mert amíg csend van, addig lehet én időd. Vehetsz egy nagy levegőt, pihenhetsz, foglalkozhatsz saját magaddal, a gondolataiddal, a terveiddel, a céljaiddal. Egy kicsit kikapcsolódhatsz, egy kicsit megszüntetetted, megpihenteteted az agyadat a rengeteg káros dologtól. Élvezd, amikor csendben ver. Élvezd. Én nagyon élvezem, és nagyon jó, amikor a saját gondolataimban merülhetek. Addig jó, amíg nem szól hozzád. Addig merülj el a saját gondolataidban. Aztán van a dükkitörés. A dükkitöréssel az bizonyítja, hogy neked van igazad. Lényegében ezzel megerősít téged. Igazad volt, amikor a hibáját feltártad, igazad volt, amikor ellenmondtál neki, mert általában ezekre következik a dükkitörés. Ha ezt tapasztalod, pipáld ki magadban, igazam volt. Megint jól gondoltam. Ott van az elodázás. Majd megcsinálom, jól van az úgy, húzom, nyúzom, halasztom. Ha neki nem sürgős, neked se legyen az. Vannak dolgok, amiket nem kell megtenni helyette. Lássa, hogy mit nem tett meg. Lássa, hogy csöpög a csap. Lássa, hogy szana szét van a ruhája. Lássa, hogy nincs zsák a kukába. Hogy vannak dolgok, amit neki kell megtenni. Aztán, amikor el akarsz szigetelni, akkor gondold át a kapcsolataidat. Kire van szükséged, kire nincs. Mert azoktól az emberektől, akiktől el tud szigetelni, azok általában nem is érdemlik meg a te társaságodat.
mert akik nem érdeklődnek felőled, nem tartják veled a kapcsolatot, nem kíváncsiak arra, hogy hogy vagy, akkor nem kell kárnak és szemétnek ítélni, mert elszigetelt tőlük. Viszont azt is tudd, hogy te döntöd el, hogy kivel tartod a kapcsolatot, melyik rokonoddal, ismerősöddel, barátoddal. Az érzelmi zsarolás. Közölni kell, hogy ez büntetendő. A zsarolás büntetendő. És rögzítsd, amikor zsarol. Rögzítsd akár írásban, akár felvétellel, és tedd az orra alá. És közöld vele, hogy vagy elküldöd megfelelő helyre ezeket a felvételeket, vagy akkor a patáriát csapsz, hogy a félváros oda csődül. Amikor széleli a gondoskodást, akkor ez ugyanaz, mint amikor a bizalmadba akar férkőzni. Jussanak eszedbe a sündisznók. Amikor gúnyolódik, nevedd magadra. És amikor olyan helyzetbe kerülsz, akkor egy kicsit legyél te is cinikus vele szembe. Amikor hanyagol, akkor közöld vele, hogy ezt te is meg tudod tenni. Meg tudod tenni, és nem mosod el a tányért, nem készíted ki az ingyét, nem fogod megcsinálni helyette, amiket ő elmulaszt, vagy oda se figyelsz rá. Egy fél nap, egy nap, egy-két nap, csak hogy megízleljen, milyen az elhanyagolás. Amikor hibáztat, akkor elismeri a saját hibáját. Azért hibáztat, mert bűnbakot keres. Bűnbakra pedig csak akkor van szüksége valakinek, ha vétkezik. Ha nincs bűn, nem kell bűnbak. Amikor leértékel, akkor tudd azt, hogy leértékelni csak az lehet, ami selejt. Aminek értéke van, az önmagáért beszél, és annak nem kell megerősítés, főleg nem egy nárcitól. A minőség az önmagáért fog beszélni. A minőség az a te önismereted, az önbecsülésed, az önszereteted, és ennek nem kell, hogy a nárcitól függjön. Ennek belőled kell fakadni. Amikor önsajnálatot gyakorol és felveszi az áldozat szerepet, tudd, hogy ez egy külső kontroll. Ő egy külső kontrollos ember, mert másoktól függ, magától tehetetlen lenne, és a te függőd. Úgy gondolja, hogy a te áldozatod. És ezzel elismeri, hogy gyenge, hogy tehetetlen. Elismeri, hogy ő nálad nélkül semmi. Vedd úgy, hogy ez egy hatalmas elismerés feléd. Az önmagasztalásnál szintén a Bibliához nyúlnék vissza. Azt olvassuk, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és az elsőkből lesznek az utolsók. És azt is tudnod kell, hogy amit nagyra fújjunk, az előbb-utóbb kipukkan. Amikor provokál, és úgymond helyzetbe akar hozni, indulatba akar hozni, akkor unatkozik. Találja számára valami munkát, valami elfoglaltságot. Amikor szelektív a memóriája, és úgy tűnik, hogy amnéziás, és elfelejt dolgokat, akkor egy idő után jelzd el te is, hogy fáradt vagy, és elfelejtettél dolgokat. Felejtsd el megdicsérni. Felejtsd el felmagasztalni, felejtsd el kiszolgálni, és ne emlékezz arra, hogy mit mondott ezelőtt 2 perccel. Tudjuk jól, hogy szereti a szárnyas majmokat használni olyan embereknek
adja el a te rossz híredet, akik velük ezekre a rossz hírekre. Te jól ismered ezeket az embereket általában, és tudod azt, hogy nekik bármit mondhat rólad. De az igazat te tudod. Mindenkit elaltathat, de te mindig tanul leszel ellene. Bárhova megy, bárkivel találkozik, bármilyen színjátékot ad elő, te vagy az élő tanú arra, hogy kicsoda ő valójában. És ne felejtsd el, hogy ilyen értelemben a te kezedben van. Te vagy a forrása. És a forrást bármikor elzárhatod tőle. Amikor tükröz téged, akkor azt is el tudod játszani. Viselkedj úgy, mint ő, utánozd, mutasd meg, hogy milyen az ő tükörképe, és piszkosul utálni fogja magát. És azt hiszem ennyi is ezekből a manipulációkból, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon károsan hatnak felénk, de hogyha egy kicsit más oldalról, más szemszögből nézzük meg, akkor még az előnyünkre is fordíthatjuk. Köszönöm a figyelmedet, lájkolj, hozd meg a videót, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a következő videómra. Sziasztok, legyen szép napotok!